Akadálymentes kiskert. Zöldséget, gyümölcsöt nevelhetnek a magasított ágyásokban a fogyatékosok nappali szolgálatának ellátottjai. Változások a közlekedésben. Új csomópont épül a Zanati út Puskás-Tivadar utca kereszteződésében. Új edző a Haladásnál, a hátralévő négy fordulóban Mészöly Géza irányítja a kieső helyen álló labdarúgó csapatot. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Akadálymentes mintakertet avattak a Regionális Szociális Forrásközpont udvarán. A magasított ágyásokban zöldséget, gyümölcsöt gondozhatnak a fogyatékkal élők. A kialakításához szükséges összeget az önkormányzat biztosította. Tamasztündé, táncolt, csillat, fényeségben. A nappali szolgálat ellátottjainak műsora kíséretében a szociális hét keretében adták át a kiskertet. A fogyatékkal élő fiatalok nagy lelkesedéssel fogadták az újítást, segédkeztek a magasított zöldség és eperágyások kialakításában, lapátolták a földet, magokat vetettek. Jó párra részt vettünk az ültetésébe, ültettünk borsót, sárgarépát, hagymát, retket, fűszernövényeket, és amit majd tankonyhai foglalkozásokon fogunk felhasználni. Mindegyik jól fejlődik. Nagyon hála a gondoskodásnak. Igen, de a retek is szép. Az is szép. Hála, szuper jó gondoskodásnak. Minden reggel öntöznek, gyomlálnak, a ládákat a kerekesszékesek is könnyedén meg tudják közelíteni. A kert elfoglaltságot és sikerélményt jelent a fogyatékkal élők számára. Kialakítására 350 ezer forintot biztosított az önkormányzat. Ez a, úgy gondolom, hogy mintaprogramnak számító akadálymentesített kiskert is olyan elfoglaltságot, és nem utolsó sorban sikerélményt jelent a fogyatékosoknak, amelyre iszonyú nagy szükség van az ő életükben, hiszen nap mint nap látják, hogy az elültetett mag hogyan csirázik ki, hogyan növekedik. 50 fogyatékkal élő nappali ellátását végzik a 11-es Huszárúti intézményben. Reggel 8-tól délután 4-ig szabadidős tevékenységet biztosítanak a fiatalok számára. Szerettünk volna a jelenlegi alapellátások közé olyan innovatív, újító jellegű tevékenységeket bevezetni, mint például a kertészeti tevékenység, mert én azt gondolom, hogy a fogyatékos fiatalok mindennapjai közé teljesen szervesen és komplexen beilleszthető ez a fajta munka. A város azt reméli, hogy ez egy mintaprojekt lehet, és más települések is kedvet kapnak hasonló akadálymentesített kert létrehozására. Szombathelyre is terveznek még ilyet. Változik a közlekedés rendje a Zanati út és a Puskás-Tivadar utca környékén. Áruház épül, emiatt május végéig új csomópont létesül. Lakossági kérés alapján forgalomtechnikai módosítások történhetnek a Pálya, Sólyom és Ikervár utcák határolt a területen is. A Zanati út egy rövid szakaszán hetek óta útszűkület nehezíti a közlekedést. A Puskás-Tivadar utcai kereszteződéssel szemben új áruház épül, és ahhoz, hogy biztonságosan meg lehessen közelíteni az üzletet, forgalomtechnikai változtatások szükségesek. Ennek a kivitelezése folyik most, a csomópont május végére készül el. Puskás-Tivadar utcában egy direkt jobbra kanyarodó sáv, továbbá egy kikanyarodó, illetve egy egyenesen haladó sáv fog létesülni, a parkolónak pedig egy normál kibekapcsolata épül a Zanati útra. Ilyen módon a lámparendszer vezérlése is átalakul. Az áruszállítás miatt várhatóan megnő a teherforgalom a Kolozsvár utcában, ezért ott burkolat megerősítési munkálatokat végeznek majd. A környék közlekedésében további módosulások várhatóak a közeljövőben. A körzet képviselőinek fogadó óráin a Szatmár és az Ikervár utcában lakók panaszkodtak a rendszeresen szabálytalankodó autósok és kamionosok miatt. Kérésük alapján komplex közlekedési felülvizsgálatot folytatnak le, és tervdokumentáció készül a lehetséges forgalomtechnikai változtatásokról. Ennek eredményéről a lakosság bevonásával, a lakosság véleményét is meghallgatva szülessenek meg a végső döntések. Több apróbb
bejelentés, illetve kérés is érkezett hozzánk még így forgalomtechnikai ügyben, amit egyébként a közterületfelügyelet bevonásával folyamatosan a továbbiakban ellenőrizni fognak, úgy a Kötő utcai szabálytalan parkolások, illetve a Pálya utcán történő kamion parkolások kapcsán. A Zanati városrész felé tervezett kerékpárútról szólva a képviselő elmondta, májusban lezárulhat a kisajátítási eljárás, és még idén elkészülhet a bicikliút első szakasza. Markusovszky emlékünnepséget tartottak a kórházban. Városszerte nyírja a füvet a parkfenntartó. Kiállítás nyílt az esélyegyenlőség jegyében. Rövid hírekkel folytatjuk. A 200 éve született egészségügyi oktatás szervező és honvéd orvos Markusovszky Lajos szobrát koszorúzták meg a sürgősségi tömb előtt kedden délután. A szombathelyi kórház névadójának tiszteletére rendezett megemlékezésen részt vett Puskás Tivadar polgármester, valamint az intézmény vezetősége. Markusovszky Lajos tevékeny részt vállalt a 19. században a magyar egészségügy fejlesztésében. A jó idő beköszöntével a város teljes területén nyírják a füvet a Szompark munkatársai. Közepes és nagyméretű fűnyíró traktorokkal dolgoznak, de ahol szükséges, damilos kaszát is bevetnek. A frissen levágott füvet kis tehergépjárművekkel elszállítják. Kis Dávid, a társaság ügyvezetője elmondta, ebben az időszakban hosszabb munkaidőben a dolgozóik 80%-a a fűnyírással foglalkozik. Esélyegyenlőség gyerek szemmel címmel nyílt kiállítás a Vas megyei család esélyteremtési és önkéntes házban. Az Egyenlő Bánásmódhatóság által meghirdetett pályázat nyertes műveiből összeállított tárlat a Szociális Hét keretében érkezett Szombathelyre. Az alkotások egy része pozitív hangulatú, de nagy számban láthatók komorabb, fekete-fehér művek is. Testvérvárosi megállapodást köt Szombathely a horvátországi Sziszek városával, erről döntött a közgyűlés áprilisban. A kapcsolat már régi a két település között, de most hivatalos formába öntik. Új testvérvárosa lesz Szombathelynek. A képviselők a legutóbbi közgyűlésen döntöttek arról, hogy a horvátországi Sziszek városával megállapodást kötnek erről. A két település múltjában Szent Quirin püspök a kapcsolódási pont, erről is beszélgettek a Szombathelyi Televízió közéleti műsorának vendégei. A testvérvárosi kapcsolatoknak a kölcsönös együtt működés reményében, hogy minden két részről ugye előnye legyen, arra kell törekedni, kulturális, sport, gazdasági. De hát én azt hiszem, hogy itt már egy működő kapcsolat van, ezt csak még be kell ültetni. A szombathelyi Váci Mihály iskolában régóta folyik horvát nyelvi oktatás. Az intézmény élő kapcsolatot ápol az egyik sziszeki általános iskolával. Most legközelebb időpont, május 26-án mi látjuk vendégül őket, és úgy gondoltuk, hogy kint a skanzenbe, a falumúzeumba fogjuk őket fogadni, tehát ott fogjuk vendégül látni őket elsőbe, és hát ugye az iskola készül különböző programokkal erre a célra. A két város közötti testvérvárosi kapcsolat hivatalossá tételét két évvel ezelőtt a horvát önkormányzat kezdeményezte. Kikerül az önkormányzati fenntartás alól a Reguli Antal általános iskola. Új működtetője a Szombathelyi Német Nemzetiségi Önkormányzat lesz, amennyiben ezt jóvá hagyja az Országos Német Önkormányzat. Évről évre több kisdiák kezdi meg tanulmányait a Reguli iskolában. Jelenleg 292-en tanulnak itt. Az idei beiratkozáskor 53-an választották az iskolát, így ősszel két elsős osztály kezdi meg a tanévet. A két tannyelvű és a nemzetiségi nyelvoktatás abban különbözik egymástól, hogy előbbibe egyéni képesség révén lehet felvételt nyerni, míg utóbbiba igény szerint lehet jelentkezni. A Reguliba 1-től 8 osztályig majdnem kizárólag német nemzetiségi tanulók vesznek részt az oktatásban, és hát ennek szerves része ugye az, hogy úgy gondoltuk, és most adott jelenleg az a lehetőség, hogy az iskolát, mint fenntartó, át tudjuk venni. A 2011-es közoktatási törvény lehetővé teszi, hogy a települési nemzetiségi önkormányzat átvegye, működtesse és fenntartsa az iskolát. A német önkormányzat a megállapodás révén közelebb kerülhet a szülőkhöz. Számunkra fontos, hogy a nemzetiségi önkormányzat tartsa fönt az iskolát és működtesse, több lehetőségünk fog nyílni anyagilag, és
a nemzetiségi továbbképzések és identitástudatnak a növelésére is. Az iskola fenntartása és működtetése eddig közel 30 millió forintjába került a városnak. Ezt az összeget a jövőben az önkormányzat az oktatás fejlesztésére fordíthatja, fogalmazott Rettegi Attila Szombathely Ma című közéleti műsorunkban. Nem célunk nekünk szabadulni az általános iskoláktól, de visszatérve, hogyha már van egy ilyen kezdeményezés, én azt gondolom, hogy mint minden más olyan kezdeményezés, ami az önkormányzati szférán kívülről érkezik, az gazdagítja véleményem szerint a város oktatási rendszerét. A nemzetiségi nyelvoktató iskolák is létrehozhatnak saját gazdasági szervezetet, ezen keresztül történik majd az intézmény fenntartása és működtetése. A megállapodás hatályba lépéséhez szükséges a szombaton összeülő országos német önkormányzat jóváhagyása, ezt követően Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere május végéig aláírhatja az együttműködést. Kilátóval bővült a jeli arborétum. Az Európában is egyedülálló Vas megyei botanikus kertben több százféle rododendron található, amelyek már teljes pompájukban virulnak. A jeli arborétum hivatalos évadnyitó rendezvényére több százan érkeztek az új kilátóhoz, a már pompázó rododendronok között hosszú séta vezetett. Több mint 300 különböző fajta van a kertben. A gróf Ambrózi Migazi István alkotta, közel 100 éves kertben ma már több ezernyi rododendron díszlik. Az arborétumot működtető Szombathelyi Erdészeti ZRT arra törekszik, hogy egész évben turisztikai célpont legyen a varázskert, ezért folyamatosak a fejlesztések. Azt látom, hogy a mostani beruházások azok hozzásegítik a kertet ahhoz, hogy a rododendron virágzáson kívül is felfedezzék a természetet kedvelők ezt a kertet, hiszen akár az óriások erdeje, vagy éppen a hétforrás környéke, az ugyanolyan szép ősszel, meg tavasszal is. Tavaly a fogyatékkal élők számára készült tanösvény, most pedig átadták az alapítóról elnevezett kilátót. Ez egy 37 millió forintos beruházás, tehát hogyha belegondolunk, nem is 100 milliós vagy milliárdos nagyságrendű, mégis szerintem egy kedvelt turista célpont lehet, és az erdőgazdaság munkája ebből a szempontból is példaértékű. Az állami erdőgazdaságok több mint 1 milliárdot fordítanak évente turisztikai látnivalók felújítására, közösségi célokra. Az állami erdőkben keletkezett eredmény tetemes részét vissza kell forgatni a közjó fejlesztésére. Központi cél, hogy az állami erdők megnyíljanak a természet szeretők előtt, ezért a Szombathelyi Erdészeti ZRT számos közjóléti beruházást hajtott végre a megyében. Valóban 2010 óta 584 millió forintot fordítottunk saját forrásból a közjóléti fejlesztésekre itt Vas megyében. Természetesen nem áll meg a rendszer, hiszen nem csak beruházni kell ezekbe a parkerdőkbe, hanem ezeket fenn is kell tartani, és a fenntartás legalább még egyszer ennyi pénzbe kerül. A jeli arborétum közkedvelt kirándulóhely, sokan minden évben ellátogatnak ide. Babával meg a legjobb, az egyik legjobb kirándulóhely. Hát ez a kilátó pedig hát nagyon szép, csodálatos lett. A 20 méter magas kilátó a vasi népi építészeti hagyományoknak megfelelően a szoknyás haranglábakat idézi. Új edző Mészői Géza irányításával készül a Haladás labdarúgó csapata a bajnokság utolsó négy fordulójára. Az új szakember szombaton a Győri Eto elleni mérkőzésen mutatkozhat be a szombathelyiek kispadján. Rövid időn belül a harmadik tréner útmutatásai alapján gyakorolnak a szombathelyi Svitelszki Haladás labdarúgói. Szentes Lázár és Kuttor Attila után Mészői Géza tölti be a csapat mellett a vezetőedzői posztot. A szakember nem ismeretlen közegbe érkezett. Teljesen képben voltam, ráadásul abban a szerencsés helyzetben is vagyok, hogy ezeket a fiatal játékosokat, többükkel dolgoztam együtt, és láttam az utánpótlás korosztályos válogatottaknál. Aztán éppen a Vasasban volt két játékosom, Katona Máté és Fehér Zoli. A vasi csapat házatáján nem éppen jó a hangulat, ugyanis a kiesés ellen harcoló gárda a legutóbb súlyos 4-1 arányú vereséget szenvedett hazai pályán a Dunaújváros együttesétől. Ennek ellenére a játékosok bizakodóan készülnek a következő bajnokira, melyet Győrben játszik majd a Haladás.
Nehéz mérkőzés, az biztos, hiszen a győriek is nehéz helyzetben vannak, ugye mások miatt, mint mi. Ők ezért szeretnék megmutatni a tehetségüket, a képességeiket. Nekünk pedig minden mérkőzés élethalál, úgyhogy fontos lenne 3 pontot szerezni. A házigazda Eto csapata a 10., míg a Haladás a kiesést jelentő 15. helyről várja a szombaton este 6:30 kezdődő mérkőzést. A találkozót ugyan a Sporttelevízió élőben közvetíti, ennek ellenére bizonyára sok szombathelyi szurkoló kíséri majd el kedvenceit Győrbe. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Thank you.